Mészáros László, a Team SciTech tag. És most arról fogunk beszélni, hogy miért használják rosszul sokan az üzletvédőket. Nem tudják, nekem saját táplálékkiegészítő boltom van, közel 20 éve foglalkozok táplálékkiegészítőkkel. Én az a fajta kereskedő vagyok, aki saját maga ül a boltjába, és én adok tanácsokat a táplálékkiegészítőkhöz. Így közvetlen tapasztalatom van a vevők problémáival, és így van egy másik fele is, hogy az edzőteremben, versenyeken, versenyzőkkel foglalkozva sok tapasztalatot szereztem, kinek milyen problémái vannak a felkészülés során, versenyzés során, mit fogyasztanak, és milyen sérülések is vannak. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy csak az izmoknak van szüksége táplálék, tehát aminósavokra, fehérje, szénhidrátra. Ez egy tévhit, itt fontos szerepe van az izületvédésnek is. Izületünket is ugyanúgy táplálni kell, glukozamin, MSM, hiolinsavval. Tehát amikor terhelést kap a szervezetünk, nem csak az izmok dolgoznak, hanem az izületünket is terheljük, és az izületeknek is ugyanolyan tápanyagbevitelre van szüksége, mint az izmoknak. Sokan nem tudják azt, hogy az izmok tápanyagot vegyenek fel, munkát kell elvégezni, terhelni kell őket. Ezzel ugyanúgy van az izületünk is. Ahhoz, hogy be tudjon épülni az izületvédők, ugyanúgy mozgatni kell őket, ugyanúgy terhelni kell az izületeket. Tehát az izületvédőket eszünk és nem mozgunk, tehát ugyanúgy nem fog semmit érni, mint hogy egy fehérjét iszunk, és nem edzünk mellette, mert nem fog beépülni a szervezetbe. Van egy nagyon nagy probléma az üzletvédőkkel. Mindenki azt gondolja, hogy azt hiszi, akkor kell enni ezeket a készítményeket, amikor fáj az üzlet. Ez egy nagyon nagy tévhit. Én azt javaslom, inkább megelőzés szempontjából használjuk a készítményt. De ezek nem gyógyszerek, az a funkciójuk, hogy tápanyaggal látsuk el az üzleteket, tehát összegezve használhatjuk az üzletvédőt, akkor is a sérülésünk van, de igazából ne akkor kezdjük el szedni, inkább megelőzés szempontjából használjuk őket.